Táplálkozz okosan! Tudatos táplálkozási tanácsok Tóth Gáborral, a Spár Életmód támogatásával. Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket a Spár Életmód élő bejelentkezésünkről, amikor is Tóth Gábor életmód szakértővel beszélgetek. A mai témánk a fogyókúra, és hogyha a témával kapcsolatban bármilyen kérdésetek van, akkor tegyétek fel kommentben, és a beszélgetés végén néhány kérdésre Gábor élőben válaszol, a többire pedig majd írásban kaptok választ. A felnőtt lakosságnak körülbelül a kétharmada túlsúlyos vagy elhízott, és egyes becslések szerint a felnőttek egyharmada jelenleg is fogyókúrázik. Gábor, mi a sikeres fogyókúra titka? Sziasztok! Dekánként hízunk, de kilónként szeretnénk fogyni, szól egy ismert mondás. Most való igaz, a türelem az egyik kulcs. Fontos, hogy a havi 1-2, maximum 3 kg-os fogyás az a reális. Ha gyorsan szeretnénk fogyni, akkor vizet veszítünk és minőségi izomszövetet. És hogyan fogjunk hozzá a fogyókúrához? Legelőször is az elhatározás, tehát fejben. A rend, a rendszer igen-igen fontos, tehát hogy mikor, milyen időpontokban és mennyit és mit eszünk pontosan, minőség, ugye? És az étrendi napló, ugye tükröt tart elénk, és a tápanyag táblázat. Tehát jó tudni, hogy mely élelmiszerek, mennyi szénhidrátot, zsíradékot tartalmaznak, ezek a pontosak. És akkor mik a hatékony súlybeállításnak az alapszabályai? Általában, amikor súlybeállításról beszélünk, akkor a fehérjéket adjuk inkább, a szénhidrátot csökkentjük. Főszabályként 1500-1800 kilokalóriát építünk fel, nőknél kevesebb, férfiaknál nyilván több. 50% gyümölcs, 50% zöldség, amit szoktunk fogyasztani. Ezen kívül főszabályként ugye a hüvelyesek, és a köretek között nem annyira a rizs, a krumpli, a tészta, hanem inkább a bulgur, a gomba, a vöröslencse dominál. Sőt, legjobb, hogyha zöld köretet fogyasztunk, vagy párolt zöldséget fogyasztunk. Rántás, ugye a rántás az általában nem liszttel, hanem önmagával sűrítjük az adott ételt, és a mártások közül is a kisebb kaloriatartalmokat használjuk fel. És mit kezdhetünk fogyókúra során az állandó éhségérzetünkkel? Nagyon jó, hogyha nem éhezünk a fogyás közben, tehát a rostok szerepe nő. Tehát fontos, hogy ne koplaljunk, ne éhezzünk, az sohasem hasznos. Ilyen szempontból ugye a rostos gabonák, a zappehely és így tovább, és a bőséges zöldség és hüvelyes fogyasztás is igen-igen hasznos. Akkor a fő kérdés az, hogyha fogyókúrázunk, akkor mit, mivel és mikor fogyasszunk? Reggel délelőtt általában gabonapelyheket, gyümölcsöt, aszalványt, némi diófilét mértékkel használunk. 10 óraira gyümölcsöt adhatunk, de nem muszáj, evéd, szelethús, barna rizs, bulgur, vagy éppen amit mondtam, ugye zöldség vagy zöldköret. Délután zöldségli, illetve salátafélék, este pedig már nincsen szénhidrát köre, tehát rizs, tészta, krumpli, hanem inkább párol, de inkább nyers zöldség, szelethússal, hallal. Itt fontos megjegyeznem, hogy a rendszeres testedzés jól kiegészíti a diétát. Köszönöm szépen. Közben érkeztek hozzánk kérdések. Valaki azt kérdezi, hogy lehet-e a héten olyan nap, amikor többet eszik fogyókúra alatt? Csalónapra gondolunk, talán. Biztos. Lehet, de nem tanácsos, mert egy ilyen kilengés 2-3 napunkba is kerülhet, tehát árat fizetünk értelem is kicsit. Valaki, szinte mintha én írtam volna, azt írja, hogy ő nem tud csokoládé nélkül élni. Így hogyan lehet lefogyni? A magas kakaó és alacsony cukortartalmú csokoládéból mértékkel, de nem este, hanem reggel délelőtt, esetleg ebéd után egy keveset talán lehetséges, és megengedhető. Tehát akkor megengedett, igen. Ez megnyugtató. Valaki azt kérdezi, hogy mi a helyzet a fehérjékkel, és fogyókúra alatt mennyi tojást vagy húst fogyasszon? A fehérjék a fogyás során előnyösek, hiszen laktatnak, de kalóriát igazán nem adnak egy mérték mellett, egy határig. Tehát igenis a tojás, a
naturhús, soványtúró, sovány sajtfélék ilyenkor jók, de kenyér is nyilván mellette ilyenkor nincsen. Bőséges nyers zöldséggel, párolt zöldséggel, zöldkörettel a hús, főleg estére igen-igen hasznos. Köszönöm szépen a válaszaidat. Én is köszönöm. Köszönöm a figyelmet, hogyha a témával kapcsolatban bővebben szeretnétek olvasni, akkor az életmód.spar.hu weboldalon találhattuk egy hosszabb írást is. Köszönöm, hogy velünk voltatok, hogy kérdeztetek, néztetek minket, és két hét múlva újra találkozunk, amikor majd azt fogjuk körüljárni Gáborral, hogy a helyes táplálkozással megelőzhetőek-e a szív- és érrendszeri problémák. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!